Mi edzésünk az úgy néz ki, hogy heti 11 alkalommal van edzésünk a mostani edzéstervek szerint. Ez átlagosan ilyen napi 6-8 órát is igénybe vehet a rehabilitációs felkészülésekkel együtt, és napi kétszer van edzés. Ez megterhelő azért, nem? Hát ez meg tud terhelni. Időben is, és fizikálisan, és pszichésen is. Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsoruk Podcast mai adásában. Mai vendégem Liu Shaoang, kétszeres olimpiai világ és Európa bajnok, magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó, Magyarország első egyéni olimpiai aranyérmese a téli olimpiai játékok történetében. Niha <Szor> Ólia hello, szia, <see>, üdvözöllek! <Szor> köszönöm, köszönöm, hogy csinál. elfogadtad a meghívásunkat. Remélem jól lehetettem ki kínai a között. Igen, igen, meglepően jó volt, és hogy Tudok még egy kérdést. Czájt ilyen. ilyen? Igen. Az, <Szor> a, az majd a, a műsor végén kell. Műsor végén kell? Igen. Jó, oké. Okay. Először is engedd meg, hogy átadjak egy ajándékot. Oh, köszönöm szépen. Kapsz egy ilyen, megmutatom a nézőknek is. Ó, az nagyon menő. Kapsz egy ilyen kis. Maket rendőrautót. Köszönöm szépen. Jut valami róla eszedbe? A szágúdás, így hirtelen. Egyik? Utaztál már ilyen autóval? Hát szerencsére nem, már mint olyan... Biztos? Én úgy tudom, hogy volt egy könyv Volt, volt egy könyv ahol rendőrautóval vittek minket Na. az aláírásra, de az, az egy ilyen nagyobb autó volt, mert többen ültünk a, az autóban. Ilyen, ilyen kicsi. Négy persze. rendőr és te középen. Nyugtass meg, hogy nem. <laughs> Szerencsére még nem, úgyhogy igen, ezt, ezt, még elkerültük, remélem nem is kerül majd rá sor. És miért, miért, rendőrautóval mentél egy könyv annak az volt a sztoria, hogy megnyertük 2018-ban az első olimpiai bajnoki címünket, és, és erről nyilván született egy könyv, és, és edzésről mentünk át a, a könyv aláírásra, és akkor, hogy, hogy ne el az aláírásról, ugye a, a rendőrök segítségével ugye át, a városon keresztül, úgyhogy, hogy én akkor ültem először így, igazán rendőrautóban. Adáson kívül egy kicsit beszélgettünk, és azért érdekelt téged a rendőri munka. Szoktál interneten egy kicsit kutakodni? youtube ö, Igen, igen, igen. A, az interneten szoktam nézni videókat, és a YouTube-on keresztül szerencsére nagyon sok ö, olyan videó megtaláltam, amit a, amit a rendőrség oszt meg. És, és, én érdekesnek tartottam ezeket a, ezeket a szituációkat, hogy hogyan lehet megoldani akár az emberkeresést, vagy akár a, akár a kábítószerek keresését. Úgyhogy, úgyhogy számomra ez egy érdekes téma volt mindig is, és nem mondom azt, hogy kisgyerekként mindig is rendőr akartam lenni, de, de valamilyen szinten így, így, érdekel, hogy, hogy milyen a rendőrségnek a munkássága. Ja, meg tudom ígérni, hogy adáson kívül akkor még egy kicsit mesélek neked a rendőri munkáról. Én, Édesapád úgy tudom kínai, édesanyád magyar, te így szület. Tudtál akkor Magyarországon? Igen, igen, igen. Van egy beceneved. ugye? Igen, az az Ádó. Ádó. Ez hogy jött? Az ádó, Meg mit jelent? Az Ádó az úgy jött, hogy, hogy nagyon-nagyon szerette ezeket a kínai szappanoperákat, és a tévében látta, hogy van egy ilyen, egy ilyen régi kínai dinasztiás műsor, és abban az egyik császárt úgy hívták, hogy Ádó és, és ez valamiért nagyon megtetszett neki, és nincs anyakönyvesztetve, de így, így becenévként mindenki így hív engem. Egy testvéred van? A három testvérem van. Három, bocsánat. Van egy bátyám és két húgom. Sándor a bátyám. Igen, igen, igen. mindenki korcs. tudja, hogy, hogy, együtt korcsolyázunk. A két húgomról nyilván kevesebb hír van, hiszen ők, ők, nem sportolnak, és, és nagyon fiatalok is még. Akkor még tanulnak, gondolom. Igen, igen, igen. Ja. A korcsai előtt uh, volt valami sport, amit kipróbáltál? Eleinte úszással kezdtük, de nem is az volt a célunk, hogy, hogy mindenképp élsportolók legyünk, vagy hogy ez legyen a hivatásunk, hanem, hanem, a szüleink szerették volna, hogy egy egészséges életmódot kövessünk, ezért nyilván egészségesen próbáltunk megélni. Elkezdtünk sportolni, az úszással kezdtünk, de az úgy valahogy nem tetszett és, és akkor jött a tél, és akkor gondolkoztuk, hogy télen még milyen sportágokat lehet űzni, és akkor megnéztük az interneten keresztül, hogy, hogy van nyilván a, a hockey, ami az úgy valahogy nem kapcsolódott hozzánk, volt a jégtánc, meg a, meg a páros jégtánc, meg, meg a műkorcsaja, de azok sem illettek úgy nagyon hozzánk, és akkor átláttunk a, a rövid gyors életünkben nem hallottunk róla, gondolom abban az időszakban 2005-2006 környéken gondolom senki, és lementünk az első edzésre, és így nagyon-nagyon megtetszett nekünk, és, és, azóta, azóta csúszunk a jégen, úgyhogy, úgyhogy, nagyon beleszerettünk, és, és, még akkor sem az volt a célunk egyébként, hogy, hogy élsportolók legyünk, csak ahogy jöttek az évek, úgy kialakult ez bennünk, és ahogy ugye másfél évet voltunk kint Kínában, és, és ott edzettünk, csak az edzés miatt voltunk kint. Ott megkaptuk azokat a fajta alapokat, amiket itthon Magyarországon még abban az időszakban nem tudtunk megkapni, és amikor hazajöttünk a, a másfél éves edzésünkről, akkor, akkor az összes hazai korosztályos európai versenyt ezt meg tudtuk nyerni, és, és akkor láttuk azt, hogy, igen, és ebben van egy kis fantázia, és, és el lehet ezzel kezdeni valamit csinálni. És ki volt az első edző, aki rávezetett benneteket a a tudományára, mivelésére? Hát az évek során nagyon-nagyon sok edzőnk mentünk át keresztül. Nyilván a, a fő három edző, akivel a mai napig is edzünk, ugye ő az, egy, az egyik kínai edzőnő, őt úgy hívják, hogy Lina, neki ez, a, ez az angol neve, illetve Bánhidi Ákos és egy korai is van, J. Akikkel, akikkel, töretlenül meg tudtuk nyerni ugye a, a, második olimpiai érmet is, úgyhogy, úgyhogy nagyon örülünk, hogy, hogy ez a csapat így nagyon összeműködve tudott dolgozni. És mi volt az más az edzés módszer abban az időben itt Magyarországon, vagy Kínában, amikor ugye is kim voltatok? Igen. Hát abban az időszakban inkább Kanada, USA, Korea, Kína, ezek az országok dominálták ezt a sportágat, és később, ilyen 2012-13 környékén léptek be az európai országok, tehát Hollandia, Oroszország, a Franciaország, tehát ezek az országok voltak, akik, akik fel tudták menni a lépést a nagyobb országokkal. És, és Kínában már olyan fejlett volt ez a magas sportág, hogy, hogy ott, ott, tudták azokat az alapokat, amiket itthon még nem. És, és edzésmunkában is teljesen-teljesen más volt. Amíg, amíg itthon heti kétszer volt jeges edzésünk, ott kint Kínában napi kétszer volt. És ezek az edzések hogy zajlottak? Tehát volt pszichológia pszichológus, aki mondjuk felkészít benneteket egy edzésre, egy versenyre, illetve milyen erőléti gyakorlatokat végeztetek. A mi, mi edzésünk az úgy néz ki, hogy heti 11 alkalommal van edzésünk a mostani edzéstervek szerint. Ez átlagosan ilyen napi 6-8 órát is igénybe vehet a rehabilitációs. Felkészülésekkel együtt, és, és napi kétszer van edzés. Ez, azt ez szerint, megterhelő, azért nem? Hát ez, ez, ez meg tud terhelni. Meg, meg Időben tud terhelni is, és ember. fizikálisan, és pszichésen Igen. is. Igen. És ez azt jelenti, hogy napi két edzésünk van, reggel, reggel van egy edzésünk, és akkor a és akkor a reggeli edzés után van egy ilyen másfél-két órás pihenőnk, és akkor utána visszaedzésre. Ez az edzés mit jelent? Tehát van erőlét, futás, láb erősítések Igen. kondi, crossfit, ezekre gondolok, vagy... Kiegészítő edzések vannak, hogyha szárazon vagyunk, hogyha nem jeges edzésen vagyunk, ha szárazon vagyunk, akkor azokat a, a feladatokat, feladatokat próbáljuk elimitálni a szárazon, amit, amit a jégen is, és, és kiegészítőként még nyilván vannak a kondis edzéseink, vannak biciklis edzéseink, vannak futós edzéseink, és, és ezekkel lehet kiegészíteni magát így a éges edzéseket. Milyen egyesületekben sportoltál? Hát a legeleinte a, a, a TRGS-nél voltam, ez egy, ez egy ilyen kis, kisebb klub volt, aztán az SPS nél ez is egy másik klub volt, ami, ami inkább csak így a gyorskocsia körében mozgott, és, és utána volt egy, egy nagyobb átlépés, amikor bekerültünk az MTK-ba, akkor, akkor, kerültünk feljebb egy, egy nagyobb ligába, úgymond, és 2019-ben viszont ugye már a Fradit a Ferencváros tudtuk erősíteni. És mindig párhuzamosan a mentél a testvéreddel, vagy voltatok együtt? Vagy volt, hogy néha egy kicsit szétágozott a Abszolút, pályátok? abszolút mindig karöltve, hiszen egymást is motiváljuk ezzel, és egymást is próbáljuk húzni mindig. Úgyhogy, úgyhogy mi mindig úgy gondolkoztunk, hogy a, hogy a liú fivérek, vagy a, vagy liú testvérek, tehát közösen kap mindenki minket. Úgyhogy, úgyhogy, ritkán van az, hogy, hogy most is itt egyedül vagyok, de, de általában igen, együtt, együtt szoktunk mindent, és hogy éled meg ilyen fiatalon, hogy, egy, hogy rengeteg fiatal gyerek, lány néz fel rád, rátok, mint híres sportolókra? Megmondom őszintén, hogy nekem sose volt példaképem. Nyilván azok az emberek, akik inspiráltak engem, mint mondjuk a szüleim vagy a testvérem, ők mindig ott voltak, de olyan, olyan példakép számomra, akire igazán fel tudtam volna nézni, és, és, azt mondom, hogy olyan akarok lenni, mint ő. Nekem az életemben nem volt ilyen, és, és úgy gondolom, hogy Shaolinnak se. És, és, amikor elkezdtek jönni az eredmények, mivel a mi sportágunkban nem voltak ilyen nagy ikonok, ezért, ezért úgy gondoltuk, hogy, hogy, mi szeretnénk azok lenni. Mi szeretnénk lenni azok, akik, akik megszerezik Magyarországnak az első aranyérmeket, az első olyan érmeket, amik, amik történelmet hoznak. És, és, egy idő után kialakult, hogy akkor legyünk mi a példaképek, és mutassuk meg a fiataloknak, hogy igenis ők is képesek bármire. Ö, van más sportákhoz is te, ö, tehetséged? Hát azt nem most. tudom. Ö, most hobbi szinten ugye elkezdtem tájboxolni, azt inkább ilyen kiegészítő sportként szoktam hobbi szinten. A lábra vigyázni kell. Igen, igen, igen. Azt mindig szoktam mondani nekik edzésen, hogy az arcomat és a lábamat azt ne Na jó, az, jó, az is jó állóképességet ad. Abszolút és, egy jó kardiót ad. Így igaz. Ö, mit jelent számodra egy-egy verseny? Hogy éled meg ezeket? Ö, nálunk egy verseny az úgy szokott kinézni, hogy ö, ö, hétvégén van, tehát péntek, szombat, vasárnap, egy átlagos verseny, és, és az azt jelenti, hogy hétfőn kiutazunk, a, hogyha nyilván, hogyha kiutazunk Kínába, kórába vagy, vagy Ázsiába, vagy, vagy a tengeren túra, akkor kell egy időszak, amíg akklimatizálódunk, amíg megszokjuk a jegeket. Úgyhogy, úgyhogy hétfő, hétfő, már általában kint szoktunk lenni az adott országban, és hétvégente verseny van, addig ugye minden nap-napi egyedzésünk van. és egy versenyünk úgy szokott kinézni, hogy ha hogyha fel van osztva, akkor általában reggeltől estig szokott menni, tehát ilyen reggel 9 ötig általában van, hogy elhúzódik egy versenynap, és akkor ezt három napon keresztül. Úgyhogy az nagyon-nagyon megterhelő szokott lenni. Én egyébként megmondom őszintén, hogy én versenyezni sokkal jobban szeretek, mint edzeni. Nyilván az edzések azok nagyon monotonok és nagyon unalmasak szoktak lenni. A én, igen, én inkább ez a verseny, versenyló vagyok, hogy, hogy inkább mennék és csinálnám viszont nagyon-nagyon fárasztó. Tehát, hogy én, én 79 kilóval szoktam odállni a rajtvonalhoz, és mikor vége van a versenynek, akkor általában ilyen 75-74 kilók szoktam lenni. Tehát nagyon-nagyon sok energiát és nagyon sok izmot elégetünk egy ilyen verseny során. Hát akkor pótolni is kell utána a folyadékot, meg az energiát. Sajátos Igen. étrend van? Igen, igen, ugye szerencsére dolgozunk dietetikusokkal, és nagyon-nagyon sok olyan szakemberrel, aki, akihez a sportákhoz még egy, 1 százalékot, vagy egy két százalékot hozzá tud adni a mi teljesítményünkhöz. Ugyanis nyilván van egy ilyen bizonyos szint, amik, amit az ember el tud érni, de vannak ilyen apróságok, ami, ami után már nem tud tovább teljesíteni a, az emberi test, és akkor kapcsolódnak be nyilván a dietetikusok, akik akik összeírnak nekünk egy étrendet, és szerencsére dolgozunk étteremmel, akik, akik megkapják a dietetikusoktól a, a, heti étrendet, és gramra pontosan megfőzik nekünk mindig az ételeket, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam ezáltal. Napi hányszor étkezés van? Hát ugye reggeli... Tíz óra ebéd, fel, fel, van írva, amúgy nagyon-nagyon sok táp, kiegészítőt is kell bevinnünk a szervezetünkbe. Ilyenkor úgy egyébként én azt érzem, hogy nem vagyok annyira éhes, mert nyilván ez a, ez a sok vitamin és ez a sok táplálék kiegészítő valamilyen szinten kiegészíti az étrendünket, de, de a reggeli, az ebéd és a vacsora az, az, mindig megvan, és akkor közte vannak az, hogy, hogy akkor egy kis fehérjét bevinni, egy kis, egy kis vitamint, egy kis magokat, meg ilyen, ilyen apróságokat még be lehet közte Ilyen sportbéli leterheltség mellett, hogy itt ide a tanulásra? Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt, főleg amikor érettségiztem, hiszen amikor először nyertünk 2018-ban, utána tudtam érettségizni, és, és az egy kemény időszak volt számomra. Az úgy nézett ki, hogy miután hazajöttünk az olimpiáról, én, minden hétvégémet egy, egy tanárnál töltöttem, és reggel héttől este kilencig ott ültem, és, és abban az időszakban még jogosítványom se volt, úgyhogy ez egy kicsit nehéz volt, mert, a, mert én a tizedik kerületben laktam, és, és a tanárnő a, a, délinél lakott, úgyhogy át kellett, minden, igen, mindig át kellett metrózzak, úgyhogy, úgyhogy, az, az kemény időszak volt számomra, de szerencsére sikerült jó, jó érettségével zárni a, az, a, a az érettségét, úgyhogy, úgyhogy, nagyon, nagyon büszke vagyok, és örültem neki. Most pedig a Debrecen Egyetemre járok sport és rekreációra. Ö, és most voltunk a hétvégén, ö, ugyanis ö, Saulin is beiratkozni próbál most a Debreceni Egyetemre, úgyhogy ennek is örülök, hogy hogy azt is ketten, ő egy kicsit később, de azt is ö, elkezdte. Itt is támogatni tudjátok egymást. Abszolút meg abszolút. ha valaki lóg az egyetemről, akkor Igen. be tudja pontolni a másikat. Igen, part. meg ugye én is tudok segíteni, mert én már másodéves vagyok, úgyhogy hogyha kellenek majd neki az anyagaim, akkor tudok benne segíteni. 2006 óta ö, sportolsz versenyszerűen jól 2014-ben jött az első komolyabb eredmény. Arra, hogy emlékszel, hogy élted meg? Igen. A 2014 volt az áttörés, ahogy említetted, és én akkor kerültem be a, abba a keretbe, akik elindulnak a világversenyeken. Junior világbajnok lettél mondom, a nézőknek és a hallgatóknak, ha igen, igen. vagyok informálva. Az, az meg már 2017-ben volt. 17. És akkor volt az, hogy minden egyéni távomat meg tudtam nyerni junior világbajnokságon, és az összetettet is meg tudtam nyerni. A legnagyobb, legelső, legnagyobb siker volt 2018, ugye? Akkor Igen. mi volt? Akkor volt az első arany? Akkor volt az első csapatolimpiai aranyérmünk. Előtte is voltak nagyon-nagyon sok érmek, tehát nem az volt, hogy, hogy egyből egy olimpiai aranyéremmel kezdtünk, hanem, nem úgy gondolom, hogy szerencsések voltunk, hiszen folyamatosan tudtunk lépni, folyamatosan volt egy előrehaladás, és nem az volt, hogy hirtelen jött a siker, hanem ugye, ahogy említettük, ugye 2014 óta folyamatosan jöttek így az eredmények, és világkupáról világkupára mentünk, először egy ezüstérem, egy bronzérem, aztán egy aranyérem, Uh, utána az Európa bajnokságon, ezüst, bronz és arany, tehát hogy így folyamatosan, és akkor 2016-ban volt, a, volt egy áttörés, amikor megnyertük, vagy hát Sauli hogy ugye Magyarországnak az első világbajnoki címet is, uh, és utána ugye 2018-ban meg már ugye ott volt az olimpiai aranyérem a nyakunkban, úgyhogy folyamatosan léptünk, és ezáltal én úgy gondolom, hogy, hogy folyamatosan tudtunk fejlődni, tehát nem az volt, hogy, hogy tényleg hirtelen jöttek volna az eredmények. Még mielőtt rátérnénk a 2022-es téli olimpiára, mi a felszerelés? Milyen ruházatban, milyen korcsoljával száguldoztak a jégen? Mindig azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit... Van ezeknek valamilyen specialitásuk? Igen, igen, igen. Mindig azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit a forma egyhez lehet hasonlítani ezt a sportágat, hiszen a mi a pengénk cipőnk, az, az teljesen szétszerelhető. Azt tudni hogy a, a cipő maga ez egy lábra öntött korcsi cipő, és, és ez karbonból van, tíz réteg karbonból, és, és a cipő és a penge az szétszedhető. Azt tudni, hogy a pengék azok nagyon-nagyon könnyen törnek, hiszen nagyon vékonyak. Tehát valami két-három milliméter érintkezik a igen, jég felületével, igen, ugye? Igen, és ott, igen. ott is megfelelő szögben van kiképezve. Igen, igen, tehát ennek a pengének van hajlítása és van íve. Hogyha belenézünk, akkor az a penge az nem egyenes, hanem van egy kis hajlítása. És, és hogyha Ez szolgálja meg... azt, hogy jobban lehessen a jégen kapaszkodni. Igen, amikor... igen, az a tapadást elősegíti, és, és tudni, hogy ezek a pengék nagyon könnyen törnek. És, és, hogyha kap egy rugást, akkor az eltörik, és, és ezért olyan, mint a Forma 1 hogy könnyen cserélhetőek ezek a pengék, tehát jönnek a, a technikusok, és, és, egyből tudják cserélni a, a pengéket. Maga a futóruhánk az egy keblár anyagból van, ami, ami vágás biztos. Tehát, hogyha esés van, és jönnek mögötted, és véletlenül mondjuk a vádlidat éri a, a versenytársadnak a, a pengéje, igen, igen. akkor hogy ne vágja el a lábat. Igen. Nyilván ezt nehéz kivitelezni, hiszen ha valaki 50 km-es sebességgel jön, akkor, akkor szerintem így is, úgy is át tud vágni. Most nyilván, hogyha ide letennénk a, a ruhát, és elkezdenénk egy késsel vágni, akkor valószínűleg nem lenne semmi baja, de de nehéz ezt kivitelezni, és, és nyilván a szúrás ellen sem véd a, a futóruha. És ilyen sebességgel közlekedtek a jégen, ahogy mondtad, hogy 50 km. Igen, igen. Hát ugye a Debreceni Európa-bajnokságon volt is kint a rendőrség sebességet mérni akkor azt hiszem, hogy valami 40 valamennyit mértek, nem vagyok már benne biztos. És ugye ez a rövid pályán szinte föl se tud állni az ember, ahogy látom, folyamatosan egy megfelelő dőlészökbe kell siklania siklani a jégen, és még a kezetekkel is támaszkodtok. Igen, igen, igen. Hát ugye nekünk a pályánk az 111 méteres ovális pálya, és, és gyorsan jönnek a kanyarok, tehát nem nincs idő arra, hogy az ember felálljon közben, és, és kicsit pihengessen, hanem tényleg itt folyamatosan menni kell. Az olimpia előtt milyen volt a felkészülés, hogy zajlott? Ö... Borzasztó hosszúnak érződött, főleg nyilván egy a, a COVID-helyzet miatt. Talán az utóbbi két év volt a legnehezebb, hiszen akkor már próbáltunk nagyon-nagyon odafigyelni, és és próbáltunk vigyázni a vírussal is, próbáltunk minél kevesebbet kimenni az emberek közé, és szerintem ez volt nagyon fárasztó mentálisan is, meg fizikailag is, hogy nyilván topon kell tartani magunkat, de mentálisan az, hogy nem találkozhatunk a, a családtagjainkkal, a barátainkkal, úgyhogy, úgyhogy az, 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 az nehéz időszak. Mert szeparált, kvázi karanténban voltatok. Igen, igen, és az olimpia előtt 6 héttel minket, sportolókat már beraktak egy hotelbe, ahol a hotelből csak a jégpályára, és a jégpályáról csak a hotelbe mehettünk És az a vicces, hogy, hogy ugye nekem még így is sikerült pozitív tesztet produkálnom, és és az úgy nézett ki, hogy egy csütörtöki napon este ültem a szobámba, tehát nem tudtunk kimenni, a, a vacsorát és az étkezést is a, a szobában kellett megoldani és, és ültem a szobámba, amikor jött a, a csapatmenedzsertől egy telefon, hogy, hogy az én tesztem pozitív lett. Senki más nem lett pozitív, csak az enyém lett pozitív, és, és ezt mind az olimpia előtt egy-két egy héttel. Mekkora stáb dolgozik veletek? Ö, mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy lehet, hogy az emberek csak minket látnak a jégen, tehát maximum négy embert látnak a jégen, vagy, vagy, vagy csak engem látnak a jégen, de, de szerencsére Hogyha kéne, akkor fel tudnék sorolni még 30 olyan embert, akik, akik nélkül ez, ez, ezek az eredmények nem sikerültek volna, akik ugye a háttérben vannak, nyilván most gondolok az edzőkre, a, a magára a, a technikusokra, a szakemberekre, a, a masszőrökre, tehát ezeknek az embereknek mind-mind nagyon-nagyon fontos szerepük van. Milyen volt a hangulat az olimpiai faluban? A 2018-as az nagyon, nagyon jó hangulatú volt, uh, ott egy kicsit nyilván felszabadultabb volt minden a Covid miatt. Most uh, 22-ben uh, nyilván a, a mindennapos PCR-teszt, és a kötelező maszkviselet az, az, az nyilván megvolt. Úgyhogy uh, kicsit szürkébb volt, kicsit uh, uh, unalmasabb volt itt a hangulat, de itt is voltak uh, kihelyezve ki uh, ilyen játéktermek, ilyen rehabilitációs központ, nyilván a konditerem, meg volt egy olimpiai pláza is, de, de nem voltak annyira nyitottak, mint mondjuk 2018-ban nyilván a Covid miatt. Jó, beszéljünk egy kicsit a versenyekről. <coughs> Rövidpályás gyorskos gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres versenyén harmadik helyen végeztél, a tesódat itt kizárták. Ez hogy történt ezt a versenyt, hogy élted meg? Igen, az egy nagyon izgalmas futam volt, aki látta élőben, az, az tudja, hogy hogy mi történt. Ugye a futamot másodjára futottuk újra, hiszen volt egy pengetörés, és akkor a pengedarabkák voltak a jégen, ezért, ezért újra futottuk a futamot. Nyilván egy olimpiai döntőben már ilyenkor mindenki kiad mindent magából, és és mindenki borzasztóan fáradt volt, mikor újra oda kell állni, és, és sajnos a futam elején volt egy kis kontakt az elején nekem, és, és, akkor volt az, hogy, hogy én nagyon hátra kerültem a futamban. Ilyenkor már csak azt tudtam csinálni, hogy, hogy magán a pályán belül próbáltam segíteni Saulinnak. Ugye Saulin elsőként ért célba ezer méteren, viszont kizárták. Ami, ami, szerintem nem volt jogos, nem tudom, hogy, hogy az emberek, akik látták ők, ők mit szólnak hozzá, szerintem nem volt az, viszont így, így én harmadikként tudtam dobogóra állni. és megmondom őszintén, hogy abban a pillanatban én nem tudtam örülni az éremnek. Nyilván sokkal jobban örültem volna, hogyha Shaolin áll oda aranyéremmel a nyakában, és, és én mondjuk nem szerzek érmet, de így, hogy Shaolin nem kapott érmet, és én bronzérmes lettem, én így nem hiszem azt, hogy ez az öröm, ez kitejesedett volna rajtam, vagy, vagy az arcomon abban az időszakban. Igen, emlékszünk rá, kommentátor is mondta, meg nyilatkoztál is abban az időben. Aztán volt egy vegyes váltó, ahol bronzérmesek lettetek ebbe a vegyes váltóba, akik futották a pályát. Igen, a, a vegyes váltó az egy új szám magában a gyorskorcsájában. Két éve vezették be, és, és most volt először olimpiai szám, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség volt számunkra is, és arra, hogy, hogy egy, egy, újabb érem esély legyen nekünk. Aki nem tudja, hogy hogy néz ki a vegyesváltó, az úgy, úgy áll fel, hogy két fiú és két lány versenyzővel vagyunk a pályán. 2000 méterről van szó, tehát viszonylag egy nagyon rövid táv és, és, nagyon gyors a, a távokhoz képest. Év szerint is említsük meg a csapatot. Konya Zsófia, Jászapáti Petra, Liusa Alén Sándor, Liusa Wang és John Henry Krüger, úgyhogy, úgyhogy ezzel a csapattal álltunk fel az olimpiára. Én nagyon örülök, hogy, hogy már magán az. mert ugye úgy volt, hogy ez a, az, az olimpián a, majdnem az első versenynap volt, és, és már majdnem az első versenynap, ugye szereztünk egy bronzérmet, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy, hogy ilyen jól indult az olimpiánk. Ez is egyfajta plusz lendületet tudott adni szerintem a csapatnak és, ne, és nekünk is, sportolóknak. Úgyhogy, úgyhogy, az, egy, az egy jó emlék volt. Ugye nyilván abban, abban, a futamban is volt egy kis kontakt, hogyha nem löknek föl hátulról minket, akkor, akkor lehet, hogy fényesebb lett volna az a bronz. Hát azért nagyon szűk helyek vannak, tudjátok zárni a szöget, nem egyszerű ott kikerülni a másikat, vagy a menni, azért vannak testi igen, kontaktok igen. nyilván. Nyilván a pályán nagyon nehéz ezeket korrigálni, és tényleg bármi megtörténhetett. Tehát az hogy, az hogy, valakinek kitörik a jég, vagy rálép egy bójára, tényleg egy apró kontakt megbillenti, és, és el tud esni. Úgyhogy nagyon sok tényezője van ennek a, ennek a sportágnak. Úgyhogy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy kell hozzá azért szerencse is. Mindjárt még visszatérünk erre a szabályrendszerre is, ami szabályozza magát ezt a versenyt. Aztán jött ugye a Magyarország második aranya az 500 méteren, amit te nyertél meg. Itt egy orosz nem volt egyszerű versenye sem, hiszen egy orosz versenyző, Ivliev próbált téged szorongatni. Erre hogy emlékszel vissza? Igen, ö, azt már korábban lenyilatkoztam ilyen sok helyen, hogy én úgy keltem fel, hogy, hogy tudtam, hogy olimpiai bajnok leszek. Ezt ö, ezt eddig csak egyszer éreztem a 2021-es világbajnokságon, ahol ugyanígy keltem fel, és és tudtam, hogy világbajnok leszek. Ö, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy a, a külső nézők mit láttak rajtam, de én úgy éreztem, hogy hogy nagyon befordultam egy kicsit, és, és nagyon ö, elvonultam, de de tudtam, hogy mi lesz a vége, és, és azt láttam a melegítésnél, hogy néztem a többi sporttársamnak az arcát, a reakcióját, és én azt láttam, hogy mindenki nagyon-nagyon izgul, és mindenki, mindenki annyira rá van feszülve a, a futamra, és én, és én magamon azt éreztem, hogy, hogy borzasztóan nyugodt vagyok, már-már így félelmetesen nyugodt, és, és próbáltam összeszedni a gondolataimat, próbáltam úgy versenyezni, ahogy, ahogy az elmúlt négy évben, és, és összeszedtem a legjobb tapasztalataimat, és, és ugye is sikerült is bejönni elsőnek. Maga a futam, igen, az, az, nagyon izgalmas volt szerintem, hiszen az orosz, orosz versenyző az nagyon-nagyon közel volt mindvégig hozzám, de, de tudtam, hogy ha ő van mögöttem, akkor akkor nem biztos, hogy megpróbálkozik egy előzéssel, hiszen ő is egy nagyon-nagyon fiatal versenyzőnek is volt ö, ö, jó pár érme már így a, így a szezonban, és ö, és tudtam, hogy ha ő kerül be mögém, akkor, akkor ő meg fog elégedni azzal az istéremmel. Amit Magyarország nyert, három érmet mind a háromhoz között volt, mindegyikbe szereztél eredményeket, úgyhogy gratulálok innen és most is ö, neked ehhez a ö, teljesítményhez. Magyarországnak még korábban <coughs> nem, ö, hogy három, de még két érmesen volt. Egyedül egy ilyen teljesítményt, ö, nem tudom, tudod, de 1952-ben a Helsinki olimpián a szőke ható nyújtottak, egy úszó volt, és akkor 16 évesen egyéniben és ö, váltóban ö, produkálták e, ezeket a, az eredményeket. Térjünk vissza egy kicsit a ö, Korcsoly a szabályrendszeréhez nagyon szigorú a szabályrendszer, a versenybírók? Hát azt tudni kell, hogy nincs két ugyanolyan bíró tehát mindenki más hogy dönt. Nyilván a szabálykönyv is folyamatosan változik, próbálnak újítani a sportákban, próbálják fejleszteni magát a sportágat, és majd, hogy nem minden évben jönnek ki új szabályok. Nyilván ezt, mint sportoló, ezt nagyon nehéz követni, de szerencsére vannak itthoni, az itthoni bírói delegációból olyan szakemberek, akik tudnak ebben segíteni, és fel tudnak minket is készíteni. Tehát ilyen, ilyen szempontból nekünk is van ilyen továbbképzésszerű Ö, oktatóanyag, hogy, hogy a következő szezonra hogyan is készüljünk. Tehát nyilván teljesen változó mindig a, az emberi döntés, mert ugye egy főbíró van, aki, aki, hogyha úgy dönt, akkor akkor úgy dönt, azt nem tudjuk megváltoztatni. Tudom, hogy nagyon szerény srác vagy, de mesélnél a, a díjaidról, az elismeréseidről, amit kaptál? Hát nem tudom, lehet, hogy neked fel van sorolva. <laughs> most így, Segítsek? Most így hirtelen. Mert biztos sok van, és, a és a... nehéz. Én párat a... itt kiedzeteltem, ami... A akkor ö... szerintem, hogyha igen? tudsz segíteni, akkor azt Jó, megköszönöm. Okay. Me. 2017-2020-ban volt az év Magyar Rövidpályás pályás És azt most, most is megkaptam a 22-eset. Aztán volt 2018-ban a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje. Igen, igen. Aztán 18-ban Zugló díszpolgára lettél. Majd most 22-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjét kaptad meg. Igen, igen. Ez mind így történt. Igen, nagyon büszke lehetsz rá ilyen fiatalon, ilyen sporteljesítmények után, hogy ilyen elismerésekben részesültél. Fantasztikus. Igen. Hát ez is egyfajta cél volt számomra, hogy ugye 2016, 16 évesen, nem 2016-ban, hanem 16 évesen megfogadtam magamnak, hogy, hogy nem szeretném úgy abba hagyni ezt a sportágat, hogy, hogy ne tettem volna egy egy, egy kis pontot a, a történelem könyvbe, úgyhogy, úgyhogy én ezért is közöttem, hogy magam miatt is, és, és, azért, hogy ez a, ez a sporták kiemelkedjen. Láttam a kezeiden egy-két ékszert, megmutatnád a nézőknek? Vagy? Hát ez, ez, igazából egy olimpiai ötkarikás gyűrű, és, és ez aranyból van azt kell tudni róla, hogy Kanadában és usa ez ilyen elterjedt, hogyha valaki kijut egy olimpiára, vagy hogyha érmes lesz, akkor kap egy ilyen olimpiai ötkarikás gyűrűt, és, és ez nagyon megtetszett nekünk, Saulinnal, és, és, gondoltuk, hogy akkor mi is csinálhatunk egyet. aztán lehet, hogy majd, nem tudom, a jövőben bevezetjük, hogy hogy mindenki kapjon egyet, úgyhogy tök jó szerintem. És ez is egy abszolút egy ilyen motivációs dolog számunkra, hogy, hogy látjuk minden nap a gyűrűt, és ez is motivál minket, hogy, hogy igen, ezt, ezt mi vittük véghez, és, és van még feljebb. Másik ujjadon a gyűrű. A másik ujjamon pedig egy, egy olyan gyűrű van, amit, amit a világversenyen kaptunk, egy világkupán, és ezt a gyűrűt azok kapták. Remlékszel, hogy ez mikor világkupa volt? Hú, lehet, bele van dátumozva. 2018. novemberén. Ilyen, ez akkor volt, amikor a férfi váltóval világcsúcsot korselyeztünk, és ezt a gyűrűt azok kapják, akik világcsúcsot tudnak korselyezni. Mi kapcsol ki és mit tölt fel igazán uh, ennyi versenyzés és igen, edzés után? Nyilván, nyilván sokszor megkapjuk ezt a kérdést, hogy mivel lehet kikapcsolódni, mi a hobbink, vagy hogyan szeretünk uh, pihenni. Uh, én nagyon-nagyon szeretek utazni, és, uh, és szerencsére most a montreali világbajnokság után volt egy hosszabb időszak. Uh, ahol el tudtam utazni uh, a tengeren túlon, Amerikában. Uh, ott nem nagyon, nagyon sok helyen voltunk, New Yorkba, Orlandoba, Miamiba, Mexikóba, úgyhogy ez egy hosszabb uh, pihenési időszak volt, uh, de tervezek még idén-nyáron utazgatni. szeretnél menni? Van kedvenc országod? Uh, kedvenc országom, hát most mondanám, hogy Magyarország, hiszen, hiszen itt élek. Uh, nyilván nyilván nagyon sok helyen voltunk, és uh, olyan, hogy kedvenc ország, szerintem nem biztos, hogy van, nagyon sok olyan ország van, amit szeretek, most nyilván Kína, Korea, uh, Kanada, ezek az országok, amik számomra nagyon izgalmasak, uh, Anglia, Európán belül még Hollandia, úgyhogy, úgyhogy van, van bőven miből választani, és szerencsére ezek a, ezek a helyek nem újdonságok számunkra. Uh, de az teljesen más nyilván, amikor az ember versenyre megy ki, és, és, és teljesen más, amikor az ember nyaralni megy ki. És kiszakad abból igen, a környezetből. Igen, igen, igen. Tehát amikor kiszakadsz a környezetből, szeretsz azért utazni, kikapcsolódni, és nyilván akkor az étrend is változik egy kicsit. Igen, igen. Nyilván, hogyha pihenő időszakon, Mi a kedvenc kajád? <laughs> nyilván, hogyha pihenő akkor nem kell annyira odafigyelni az étrendünkre. ez Ezt is sokan megkérdezik, hogy mi a kedvenc ételem, és sokan furcsálják, de nekem a tofu a kedvenc ételem sokan nem tudják úgy megfőzni egyébként, eh, ahogy, ahogy, eh, ahogy, rendesen megszokták, tehát eh, nekem apukám szokta nagyon-nagyon finoman megcsinálni, eh, úgyhogy, eh, úgyhogy, nekem így a tofu az, ami nagyon-nagyon... Nem akarok nagyon a magánéletbe turkálni, barátnő van? Van. Szórakozni, eljártak, bulizni, diszkó? Eh, nyilván... Mivel kapcsolódtok ki Igen, Igen nyilván, nyilván az emberben eh, feljön az az érzés, hogy most már elmenne egy, egy jó szórakozni, vagy vagy összülni a barátaival. Ú, nyilván ez nekünk is kell, hiszen mi is emberek vagyunk, mi is el szoktunk járni szórakozni. Ú, hogyha szezon van, akkor nagyon-nagyon keveset szoktunk. Ú, és nyilván főleg így az olimpia előtt egyáltalán nem voltunk. Tehát úgy azt kell mondjam, hogy szerintem olimpia előtt majd, hogy nem egy évig, másfél évig nem is voltam olyan kifejezett szórakozó helyen. Nyilván ismerősökkel, barátokkal összeültünk, és akkor tudtunk beszélgetni, de, de nagyon ritkán van az, hogy, hogy az ember el tud menni egy szórakozó helyre, hiszen hogyha, hogyha elmegyek a hétvégén szórakozni, akkor, akkor a jövő hetem az lehet, hogy már nem úgy indul, mint mondjuk, ahogy kellene, hiszen lefárasztom magamat a hétvégén. Barátnőd is sportoló? Ö, igen, sportoló, és ö, és ez pont ezért jó egyébként szerintem a kapcsolatunkban, mert ő is meg tudja érteni azt, hogy nem tudok minden nap vele lenni, hanem ha tudja azt, hogy kimegyek egy egy edzőtáborba, vagy egy világkupára, akkor ő meg tudja érteni azt, hogy hogy én most nem ö, szórakozni vagyok, vagy vagy nem jól érezni vagyok ott. De uh -huh. mit sportol, megkérdezhetem? Ő szinkronkor se úgyhogy igazából nem áll messze a késford. Tehát Így ő is, is ismerkedtetek meg a. Igen? Igen, igen, igen. Tehát ő is a jég közelében van. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Gratulálok neked és a tesódnak is a elért sporteredményekhez. További sok sikert kívánok neked. Cájtjén. A nézőknek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Sportoljanak sokat. Ha a tévében látják Ádót, akkor szurkoljanak neki. Jövő héten csütörtökön újra találkozunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.